Nagyon nagy szeretettel üdv újra mindenkinek, remélhetőleg a Battlefield 3 végigjátszásomnak az utolsó fejezeténél. Hát, ott hagytam legutoljára abba, hogy a fele brigád meghalt. Vagyis hát csak... Hát lényegében a fele, a fele. Kempo és Metkovic. Nem, Metkovic elte túl, és a másik, akinek nem tudom nevét, az halt meg. Vagy pont a Metkovic halt meg? Nem tudom, majd kiderül. Már nem emlékszek sajnos. Na de folytassuk is akkor. Na már be is töltött. Ahogy látom, megint Ruszkikkal leszünk. Na. Ejtörnyőzni fogunk? Elnézést, tudom, mindig ez van a videónak az elején, hogy halkabbra veszem a játékot. Hát ez azért van, mert multiplayerben általában hangosabbra veszem, de amikor meg single playerben játszok, akkor meg hát jobb, hogyha a halk, mert akkor ugyebár kommentálok, és akkor inkább a kommentárt halljátok. Na jó, azért a játékot is érdemes hallani, de a kommentárom itt a... Azért az is fontos. Na. Haver. Mire tanítottak téged? Kiképzésen. Ugrunk már? Beletenyereltem a panába. Na, nyomassuk neki csak, skatok. Csapassuk neki. Mi lesz? Ugrunk? Halo Jump. Jó, hogy megfogtuk azt a szart, most el is engedtük. Most epic zene és lefelé zuhanunk, meg szépen lefelé zuhanunk, hiszen ez a gravitációnak a törvénye. Na de inkább most a gyönyörködjünk a kilátásban és hallgassuk ezt a nagyon epic zenét. Na. Egy ilyen rész kellett ebbe a játékba, ezt most minden szarkazmus nélkül mondom, ez egy nagyon-nagyon jó rész most per pillanat. Csak a közebb kéne idézőre betéve úszni egymáshoz és megfogni egymás kezét. Na, most mi van? Nem látok sem. Hoppé, csut! Szerintem ez csak egy kicsit volt észrevétlen, hogy három ruszki fazon, meg egy baszott nagy láda, fehér színű rejtőernyőkkel. Remélem aztán fehér színű alatt leugratott egy baszott nagy magasságból. Jó, Laci is éppen betefődözik. Fuck enemy patrol! Vladimir? Ja, ez bizonyára korábban történt, mint a párizsi pálya, mert itt meg mind a hárman élünk. És ugyebár aztán pont Vladimir vagy Kirill megdöglött. Illetve akarom mondani, meghalt az egy csúnya dolog egy embernek, azt mondod, hogy megdöglött. Na. Ez a fegyver egy rakat szar, ezt hamar le is cserélem valami jobbra. Gyenge fos. Nem baj, legalább nem cibálja annyira. Meg itt is megvan a macsétám? Meg hát. Igen, nem működik a Q. Elkezdtem nyomkodni. Ez szépen... Uram, atya! Nem akarok meghalni. Mit vettem fel? Nem akarok meghalni! Hallgatnak rám, kedves emberek. És azt nem értem, hogy miért nem fent szerelkeztünk fel, aztán ott nyitottuk, hiszen hát ez így... Csak enyhén volt felesleges. Vagy ezt csak én gondolom így? Na, vajon... Úgy kellnek. Majd hányan vagytok ti? Köcsögök. És ezek most... Ja, ezek... Ruszkik szerintem Kaffarovnak a villájába kell bemenni. Aki most nem vágom, hogy ruszkije vagy sem. Na itt is kocsikázunk. Kocsikázunk? Na nyomassuk neki. Igen, Vladimir halt meg. Хорошо, мы можем их слышать. Хорошая идея насчет машины.
Az ennek az autónak aztán a panelja full ugyanolyan, mint az izének a párizsi pályán, aminek az elején megyünk. Talán egyből folytatódik ott a pálya. Á, nem, mert más rulában. What are you waiting for? Remélem, már ma este már be tudom fejezni ezt a játékot. És ha befejezem, akkor karácsonyig nem fog jönni videó. Igaz, amúgy se jönne, hiszem, csak hétvégénként töltök fel, és úgyis jövő héten nem lesz karácsony, szóval... Szóval... Pont, jól jövök ki. Szóval most amcsikat mészároltunk. Perfect. Perfect. Olyan sikerült megcsinálom az Xbox Live-on, szóval nyugodtan bárki felmehet. Suti Mester néven. Az S és az M az nagybetű. Szóval a Suti nagybetűvel kezdődik, és az M is nagybetűvel kezdődik, és egybe kell írni. Vegyetek fel, hogyha szeretnétek, és hogyha szerettek játszani a Gears of War-ral, Red Dead Redemption-nal, a Halo Reach-sal, meg a Halo 3-mal, akkor tökéletes játszótársak lesztek. Ez csak egy kicsit hangzott nyelv pedofilul, hogy játszótár. Menjünk már, lebuktatsz minket, Kirill! Menj már te! Ó, igen, és már itt van mellettem a fülesem, de nem használhatom karácsonyig. Ugye milyen jó? De akkor az már olyan kibaszott jó füles lesz, bazd meg. Nagyon zsír. Hoppá, bioscanner, az nem pálya. Kivárok a parancsodra, spalom. Na mi van, azt hittem már... Nem süti el a fegyver. Az üveg fizikáját jobban megoldották volna, mert egy Modern Warfare 2-nek jobb volt a fizikája. Illetve az izé fizikája, az üveg fizikája. Igaz, az egy jó játék is volt. Mit dörömböltök? Ah. I see what you did there. Itt előveszem a sotikámat. Ez egy usos? Ja, ez egy gyusas. Boom. Ez egy gyusas. De ez egy félautomata gyusas. Akkor ez egy... A kurva anyádat. Kutya geci. Ez most kellett ideget. Akkor még egyszer beléd durantok egyet a kancsa a fatökű. Most megnézem, hogy honnan lő az RPG-s gyerek. Na most gyorsabb voltam. És meg a másik fog engem mészárolni, bazd meg. Nem. Ajaj, ajaj. Jó van, fekszek, fekszek. Ja, és karácsonykor el fog kezdődni a Skyrim végig egyszerűen is, ami... Kibebaszott hosszú lesz. De először is, most inkább foglalkozzunk a Battlefield 3-mal, hiszen milyen már, hogy elkezdek beszélni más játékokról, miközben a kurva anyádat... Rushback. Tehát milyen már, hogy elkezdek beszélni más játékokról, mikor ez egy másik játék. De és hol van az az aluliskolázott fasz? Kurva anyádat. Brassfire. Ezt nem szeressem. Milyen ninja dodge volt ez. Na kellett neked felállnod a biztonságos fedezékből, mi? Na van még valaki? Mobile teamet kiirtottuk, ahogy látom. They are all dead. Na miért fizetett? Miért fizetnek titeket, skat? Azért tökéletlenkedjetek? Három ruszki ledarál itt mindenkit. Végül is gondolom, ezek ilyen überspecnazosok, szóval... Ez normális, hogy ezek ledarálnak mindenkit. Bár én ehhez nem nagyon értek. Bár végülis minden játékban az, hogy egy személyes hadsereg vagy, itt most speciál három személyes, de... Lényegében egy személyes hadseregen dolgozok, mert a spanyaim azok enyhén idióták. És csak ülnek a picsájukon és várják, hogy én csinálják valamit, és azok addig... Nem tudom, kőpapírolóznak, vagy valami ilyesmi. És eddig milyen MLG vagyok, hogy itt... Csak egyszer haltam meg? Na. Na.
ott azt nem láttam valakit, vagy az csak egy napernyő volt? Az egy napernyő volt. Dao 12, az egy beast, de hát az USA-s azt nem előzi le. Milyen messze megy el az USA-s? Nem elég messze. Hát akkor maradunk ennél a nem tudom minél talán. AK? Le is szarom. Na, elfutott az a mocsot? Nem futott el. Na, az... Én annál MLG-b vagyok. MLG. Na. Csapassuk neki. És most a T betű, ja most a R betűt nyomogattam, akkor még szépen nem működött a T betű. Valaki ordítatja az anyát. De. Hoppá. Még a végén kiszúrnak minket. Ja, nekem oda kell mennem, akkor ilyen kerek elnézést. Na, miért váltott te tusos? Ja, az kiverjem a fogait az embernek. Akkor én kerek elnézést, viszont most kaptam egy... Körülbelül... Egy kibaszottul erősnek kinéző... Snipert, ami így... Fényes nappal valaki felrakott rá egy éjjellátót, és most kb. Csak egy kicsit kéne kisülni a szalom. Bár én kérek elnézést, mert ez nem is éjjellátó, hanem hőérzékelő, de azért szerintem így is ki kéne sülni a szalom. De és ő mi a faszomért lát engem, bazd meg, hogyha izé? A füstön keresztül neki is éjjellátója van? Mindegy. Egy vesével kevesebb. Azt a szempont csípülnöttem. Akkor azt most tökön lövöm. Vagy más lövi tökön helyettem. Visszavonulnak? Hát én azt nem engedem. Hát mi a fasz képzelnek magukra? Oké, ide álltam. Snipers? Hát nincs rám szükség. Na. Ez ilyen fejlott csantós fegyver, bár nem szakadt le a fejük, meg nem is robbant szét, szóval... Tök mindegy. Ebbe is berakadták volna a csonkolást, mert a... Legújabb Medal of Honorban, ami kb. Tavaly jött ki azonban is. Hoppá. Bugok már megint? Miért van minden videóban bug? Na, de is hol is tartottam? Na azt, hogy a legutóbbi Medal of Honorban is volt csonkolás a sniperes pályán. Én a speciál nem játszottam, csak végigjátszást néztem róla. Shameless-től. Bár szerintem a többség jobban ismeri SSU HPKC néven. Egy amerikai végig izé YouTube-os, aki egy kibaszott jó videókat csinál, szóval ajánlatos őt is nézni. Ha, most eszembe jutott még egy Hero to the Knee izé vicc. Sniper to the Knee. Őriznem kellett volna azt a házat, de akkor térden talált engem egy sniper. Granada?